Sziasztok! Ebben a videóban folytatva az előző videónak a gondolatmenetét, nem azt mutatom be, hogy milyen jó a 8.1, hanem pont az, hogy miért ne használjátok a 8.1-et. Először is, hardware igény. Mindenféleképpen, ha régebbi gépetek van, 5-6 éves, akkor maradjatok Windows 7 alatt, ugyanis a Windows 7 jobban ki tudja használni azt a konfigurációt, mint a 8.1. Ugyanis akkor még ugye nem is hallottak a 8.1-ről, sem a felhasználók, sem használatilag a fejlesztők, csak a Microsoft berkein belül, így nagy valószínűséggel nincsen rá alaplapi driver, hangkártya driver és más egyéb hálózati káb driver, stb. Program, így ezáltal képtelen kihasználni a 8.1, és csak vértizzadva fog menni rajta a rendszer. 2. Vannak ugye olyan programok, nem is egy, ami direkt a Windows 7-re lett írva, illetve XP-re. Ott még szerencsés, ha valaki XP-ről tér át Windows 7-re, ugyanis akkor még van esélye arra, hogy tudja használni kompatibilitásilag magát a programot Windows 7 alatt is, viszont ha már ezt megpróbálná 8.1 alatt, abszolút nem biztos, sőt, inkább nagyobb az esély annak, hogy meg sem nyikkanna a program, sajnos én is sokszor találkoztam ilyennel. 3. Ugye maga a 8.1-es rendszer régi egymagos gépeken, illetve Core 2 Duo régebbi változatain, mint a második szérián például, abszolút képtelen megmozdulni, így ha meg is mozdul, az nagyon nyökögős 20.000 forintos belépő szintű okostelefon élmény nyújt, vagyis csak szenvedés van vele. 3. Ugye a 8.1 sokkal jobban kihasználja magát a DDR3-as memóriákat, de a Windows 7 pedig a régebbi DDR2-kkel kompatibilisebb jobban. És ugye sokkal több driver is van régebbi gépekhez. 4. Van a Windows 7-ben ugye start menü, ami Windows 8-ban nincsen. Csak a jó öreg kezdő képernyő jött be, ami meg iszonyú szenvedés azoknak, akik a Windows 7-hez szoktak és azt szeretik használni. Ugyanis a 8.1-nek van egy olyan rossz tulajdonsága, mielőtt még fölraknánk a update 1-et, hogy mindent a kezdőképernyőről akar indítani velünk. Mint a Skype-ot, mint az MSN-t annak idején, vagy nézzünk egy Hotmail-t, ő egyfolytában beleszól abba, hogy mit akarunk csinálni, nem úgy, mint a Windows 7, amely még ilyen szinten felhasználó barátabb volt valamelyest. Az árról 5. pontként nem beszélnék, mert ugye az az előző videóban el lett mondva, hogy a 8.1 sokkal barátibb árfekvésben van, mint a Windows 7. Így, hogyha régebbi gépet használtok, ami még egymagos procit futtat, illetve csak 2 giga memóriátok van, abban az esetben maradjatok nyugodtan a Windows 7-nél, hiába fog leállni jövő év őszétől maga a driver támogatás, hogyha így nézzük alaplapilag, attól még tökéletesen, problémamentesen fogjátok tudni használni a rendszert, és természetesen 2020-ig még azt ígérte a Microsoft, hogy biztonsági mentések is lesznek, ugyanis ugyanazt a vonalat fogják követni, mint XP-nél, vagyis ameddig sok felhasználó van, addig a biztonsági frissítések is érkezni fognak. Remélem tetszett a videó, sziasztok!